Sziasztok túlélők, sziasztok harcosok, Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket ismét a csatornámon, és ma Judit kérését fogjuk teljesíteni. Tünde, Black Box és Györgyi, nem felejtettelek el benneteket. És plusz még azt hiszem, mikor reggel megnéztem az e-maileket, valaki még írt egy kérést, még fordult hozzánk egy témával, amire most megmondom őszintén nem emlékszem, de hozzáadom a listához. Szóval Judit azt kérte, hogy beszélgessünk egy picit arról, hogy milyen az olyan kapcsolat, amikor kettő narcisztikus van egy kapcsolatban, hiszen az ő ex-férje, aki Judit szerint narcisztikus, az most egy narcisztikus nővel van egy kapcsolatban. És Judit egy olyan szólást küldött be nekünk erről, hogy egyik kutya, másik ebb. Dani, köszönjük szépen a szólások és közmondások közötti különbségeknek leírását, és mindenkit bátorítok, aki nem tudta eddig a különbséget, hogy nézze meg Dani leírását, mert igazán informatív. Szóval egyik kutya, másik ebb, és ez már egy szólás, ugye? Nem közmondás. Szóval nézzük meg, mi történik azokban a kapcsolatokban, ahol két narcisztikus viaskodik egymással, és tudom, hogy Beát is érdekli ez a téma. Na, hát először is a kérdés az, ugye, hogy hogyan kerül össze kettő narcisztikus egy kapcsolatba, hiszen eddig azt hittük, hogy a narcisztikus személyek azok mindig empaták után vadásztak. Hát ez így is van. Nagyon szeretik az empatákat is, de valamikor egymásra is találnak, és kettő narcisztikus személyiség egy kapcsolatot formál. Most gondolkodjunk akkor logikusan, és próbáljuk applikálni, próbáljuk használni azokat a tudásokat, amelyeket már tudunk a narcisztikusokról és a narcisztikus kapcsolatokról. Szóval tudjuk, hogy három fázisa van, három állandóan ismétlődő fázisa van a narcisztikus kapcsolatoknak. Tehát van a szerelembombázás, van a leértékelő fázis, és van az eldobási fázis. Na most, hogyha ez jellemző általában minden narcisztikus kapcsolatra, akkor jellemző azokra a kapcsolatokra is, ahol nem egy narcisztikus és egy empata állnak össze, hanem ahol kettő narcisztikus van egy kapcsolatban. Tehát van a szerelembombázó fázis. Hát ez a szerelembombázó fázis, ez egy szuper fázis, ezt mi empaták is megtapasztaltuk, de most képzeljétek el, hogy kettő narcisztikus között ez micsoda tűzi játékokkal jár ez a fázis, hisz mind a kettő nagyon szereti a nagy gesztusokat, a nagy ajándékokat, a nagy figyelmességeket, az egész Instagram, Facebook életet, ugye, amit lehet vizuálisan dokumentálni, és mindenki elég kitálalni, hogy mindenki irigykedjen, és mindenki azt gondolja, hogy ők mekkora királyok. Itt van ez az alkalom, hogy nagy dimenziókban folyik ez a kapcsolat, hatalmas gesztusok, hatalmas ajándékok, virágcsokrok, amit el tudtok képzelni. Eddig oké is minden, hisz nekünk is oké volt, eddig semmi problémánk nem volt a kapcsolatban, nekünk se, tehát ebben az időszakban még eléggé jól megvannak egymással. De beüt, ahogy nálunk is beütött, ugye a leértékelő fázis. Na, itt kezd a dolog érdekessé válni, mert ugye amikor mi voltunk a narcisztikus, vagy sajnos még talán többek vagytok is ebben a narcisztikus kapcsolatban, ugye akkor egyikőtök, akik hallgatjátok a videót, az az empata, és az empata mivel manipulálva van, és el van nyomva, a leértékelő fázis sértései ellen ritkán áll fel, és ritkán harcol. Érzi, hogy valami nem stimmel, én is éreztem, de igaziból az elején nem kezdünk harcolni a furcsaságok ellen, mivel el van velünk hitetve az, hogy mi vagyunk a problémák. Na most, két narcisztikus között ez egy kicsit máshogy működik, mert ugye mind a kettő ugyanazzal a modus operandival működik. Tehát amíg mi empatánk beszívtuk, magunkba szívtuk ugye ezeket a sértéseket, ezeket az ütéseket, addig a két narcisztikus között ez kicsit máshogy működik, mivel egyik sem akar végül is meghunyászkodni a kapcsolat érdekében. Na most,
általános leértékelő fázis problémák ezáltal kiélezettebben mutatkoznak a narcisztikus kontra narcisztikus kapcsolatban. Például nem csak az egyik narcisztikus fogja megunni a másik narcisztikust, hanem mind a kettő narcisztikus meg fogja unni egymást. És amikor ugye megunták egymást, ahogy minket is megunt a mi narcisztikusunk, ugye akkor kezdődik ez a lenéző kezelés, ez a leértékelő, ez a megvető kezelés. És itt nem egy ember csinálja ezt a kapcsolatban, hanem kettő csinálja a kapcsolatban. Most képzeljétek el azt a hangulatot abban a kapcsolatban, egymást mind a kettő lenézi, mert már unják egymást. És amikor unják egymást, mi történik? Mind a kettő nagyon nagy valószínűséggel elkezdi a saját háremét építeni a háttérben. Kell neki a csodálat, az izgalom, az érvényesítés máshonnan. Vagy pedig több táplálék kell neki, és ezt máshonnan fogja beszerezni. Tehát nagyon sok veszekedés kialakulhat abból, hogy ki az, aki megcsalja a másikat, nagy valószínűséggel mind a kettő, tehát itt ez egy nagyon nagy konfliktus okozó is a kapcsolatban, és biztos, hogy vannak olyan veszekedések, hogy kinek SMS-ezel, minek írtál vissza annak, kivel beszélsz, merre voltál, hol voltál, stb. Ez nálunk is megvolt, de csak egy személy csinálta a narcisztikus én velem, itt pedig mind a kettő egymás ellen folytatja a gyanúsítgatásokat, és az ebből születő veszekedések igazán bombaszerűen hathatnak a kapcsolatra. Az is hatalmas probléma, amikor egyik sikeresebbé kezd válni valamiben, mint a másik. Mert mind a kettő győzni akar, szóval riválisok lesznek. Mind a kettő győzni akar, mind a kettő első akar lenni a kapcsolatban, mind a kettő főnök akar lenni, és ugye itt már megint a konfliktusok ezáltal élesebbek az ilyen kapcsolatokban. Végül is miért nem működnek ezek a kapcsolatok? Igaziból alapjában véve, ha csak egy alapszinten nézzük a dolgokat, azért nem működnek, amiért azok a kapcsolatok sem működtek, ahol a szereplők narcisztikus versus empata. A narcisztikus nem emberként kezeli a partnerét, hanem táplálékként kezeli a partnerét. Azt nézi, mit lehet belőle kiszifonozni, lehúzni, hány bőrt lehet még róla lehúzni. Mind a kettő egymást használja ki, egymást tekinti tápláléknak. Ez is ugye milyen konfliktusokhoz vezethet, állandó gyanúsítgatásokhoz, állandó titkolózáshoz, állandó veszekedésekhez, állandó rivalizáláshoz esetleg, állandó manipuláláshoz, ugye, hogy egyik leszedjen, kihúzzon a másikból ezt, a másik meg azt nézi, hogy ő hogy tud profitálni a partneréből. Nem jó. Ami még fontos, hogy a narcisztikusoknak nagyon nehéz önszabályozni. Dühkitöréseik vannak, nem tudják magukat kontrollálni, nem tudják konstruktívan verbalizálni a problémájukat, mert a problémájuk is olyan káoszra mutat a fejükben, ugye? Na most, ha egy narcisztikus a kapcsolatban már épp elég ahhoz, hogy valaki egy kapcsolatban ne tudjon önszabályozni. Ketten nem tudnak önszabályozni, ott állandó dühkitörések vannak egymás ellen. Egy narcisztikussal való kapcsolat azért sem működik, mert a narcisztikus az nagyon szeret érvényteleníteni. Na most ugye mi empaták akkor ezt is magunkba szívtuk, ezt is próbáltuk megérteni, és magunkban keresni a hibát. De amikor már két narcisztikus van egy kapcsolatban, és egymást érvénytelenítik, egyik sem fogja a béke érdekében magában a hibát keresni, és el is jutottunk a ponthoz, a nagyon fontos lényeghez, és itt a kör már be is zárult, mivel egyik sem képes introspekcióra, egyik sem képes önkritikára. Szóval, amíg mi empaták, ugye állandó önkritikát gyakoroltunk, szükségtelenül is, ugye, ezt mondjuk, mert igaziból a probléma nem velünk volt, de velünk el volt hitetve, hogy a probléma velünk bennünk gyökerezik, és ezért mi állandó bűntudatot éreztünk, és magunkban kerestük a problémát, és próbáltuk újraértékelni a viselkedéseinket, és önkritikát gyakoroltunk, addig itt egyik narcisztikus sem gyakorol önkritikát, mert a narcisztikus nem
képes önkritikát gyakorolni. Szóval, ha egyik ember sem gyakorol önkritikát, akkor az a kapcsolat pláne nem működik. Szóval ezek a kapcsolatok nem működnek, mert mindaz a probléma, ami általában megtalálható egy narcisztikus kontra empata unióban, az itt duplázódik, vagy hatványozódik. Mire értem ezt, hogy hatványozódik? Ez olyan, mintha kettő tükröt tartanánk egymással szembe, és a problémák állandóan reflektálódnának egyik tükörről a másikra. Tehát ide pattan, ide pattan, ide pattan, ide pattan a probléma. Ez nem egy pszichésen fenntartható állapot, ugyanúgy, ahogy a mi állapotunk sem volt pszichésen fenntartható. Na most térjünk akkor a harmadik fázisra, a narcisztikus kapcsolatok harmadik fázisára, ami az eldobási vagy eldobó fázis, és ez ugyanúgy, ahogy a mi kapcsolatunkban volt, ugyanúgy van a narcisztikus kontra narcisztikus kapcsolatokban is. Viszont van egy nagyon érdekes dolog, kutatások azt mutatják, hogy igen, elhagyják egymást, meg egyik eldobja a másikat, szóval business as usual, tehát normálisan történnek a dolgok, tipikusan történnek a dolgok. Viszont, ahogy te meg én, akik nézzük ezeket a videókat, és akik most itt vagytok, azért vagytok itt, mert meg akarjátok érteni, tiszta szívetekből meg akarjátok érteni azt a dinamikát, amelybe, mint csapdába belesétáltatok, és én is belesétáltam, a narcisztikus ugye nem is akarja megérteni azt, hogy mibe sétált bele, és nem is tudja megérteni azt, hogy a másik, tehát az ellenfele, most már így mondjuk a kapcsolat másik tagja, miért viselkedett úgy, ahogy viselkedett. Hiába mondják neki mások, hogy három fázis, eldobó fázis, lenézés, megvetés, stb. Gázlángozás, hazudozás, megunás, önkritikára képtelenség, nem érti meg. Mintha magát nem akarná látni. Te megérted? Mert te nem vagy narcisztikus. Te megérted ennek a kapcsolatnak a dinamikáját. Ő nem érti meg. Nem is akarja megérteni, mert akkor már valahogy saját magát is meg kéne érteni. Tehát fel vannak háborodva azon a viselkedésen, hogy őt hogyan merték megcsalni, hogyan mertek vele rivalizálni, hogyan merték őket megvetően kezelni, hogy velük így mertek beszélni, mert ne felejtsük el, a narcisztikusokat nagyon érzékenyek, és tudjátok, nekünk is tojáshéjakon kellett lépkednünk, amikor velük voltunk. Szóval ők ezt mind sérelmezik, hát hogy ne sérelmezzék, mi is sérelmeztük, de mi utána elkezdtünk kutatni, itt ültök, hallgatjátok az én szónoklataimat, és a dinamikát szeretnénk megérteni, hogy egy logikus keretbe tudjuk foglalni azokat a dolgokat, amelyek velünk megtörténtek. Viszont a narcisztikus ezt nem érti meg. És mindegy lemez állandóan megakad a kérdéseivel. Tehát ha nektek esetleg van egy narcisztikus rokonotok vagy barátotok, akinek egy ugyancsak narcisztikus emberrel véget ért a kapcsolata, és ezt a szakítást nagyon nehezen éli meg, és különben ők nehezebben élik meg a szakítást, mint mi éltük meg, pontosan azért, mert nem értik meg a dinamikáját ennek a kapcsolatnak, nem értik meg a mérgező aspektusát ennek a kapcsolatnak, mert nem akarják magukat észrevenni ebben a kapcsolatban. Szóval, hogyha van egy ilyen közeli ismerősöd vagy rokonod, akkor nem fogod neki tudni elmagyarázni, hogy miért bántak vele úgy, ahogy bántak, nem fogod tudni nekik elmagyarázni a kapcsolat dinamikáját. Szóval, konklúzió, ahogy a narcisztikus kontra empata unió nem tudott működni, úgy a narcisztikus kontra narcisztikus pláne nem tud működni, mert hatványozódnak a tükör effektus miatt a problémák. Szóval, remélem, hogy ez válaszokat adott nektek valamilyen szinten. Kíváncsi vagyok, hogy Judit és Bea, akik specifikusan indikáltátok, hogy titeket ez a téma érdekel, írjátok meg, hogy sikerült-e válaszolnom a bennetek rejlő kérdésekre. Akkor majd itt fogjuk folytatni, és szólások, közmondások, légy szíves, írjatok, és mindenki még, egyikültök se válaszolt arra, hogy mi ránk,
empatákra, akik megszenvedték, vagy megszenvedik a narcisztikus kapcsolatokat, mennyire igaz a jótett helyébe jót várj közmondás, Dani, gondolom. Sziasztok, és majd beszélünk hamarosan.